A Valentin napot ünnepelték a szerelmesek szerte a világon hétfőn. Az angol szász országokból elterjedő ünnep keresztény hagyományokon alapul. Franciaországban és Angliában a 14. században vált a jegyesek és a fiatal házasok védőjévé Szent Bálint, a Rómától 50 kilométerre fekvő Terni püspöke. Egy bécsi kávéház üzletvezetője magyarázza, hogy az ünnepre rendelt édességek feliratain érezni, hogy ma már nem csak a szerelmeseké a Valentinnak. A szeretet minden formájáról szól. A kötődést ünnepli a Valentin nap ókori itáliai hagyománya. A Rómát alapító testvérpár Romulus és Rémus és az őket szoptató farkas közötti szoros viszony áll az olasz tradíció fókuszában. Egy velencei édességbolt eladója mondja, hogy valódi aranyjal díszített édességek is készülnek kifejezetten a Valentin napra. Velencében a cukrászat és az ötvösség is ősi mesterség. A Valentin napi üzenetküldés szokása onnan ered, hogy Szent Bálint kivégzése előtt visszaadta a látását a börtönőr vakleányának, és búcsúüzenetet küldött neki, amit így írt alá: a te Bálintod.